Sziasztok! Ez itt újra a Heroes of Might and Magic Olden Era újdonságairól szóló videósorozatunk az előkészületben, rovatban, ami ugye sok minden más bétáról egyébként, meg előkészületben lévő játékról is szól. Mostanában ez az egyik fő vonal, ahogy látom, és szeretitek is sikeres. Folytatjuk utunkat a béta, illetve az Early Access felé, ami ugye, hát szerintem olyan májusban fog kijönni, vagy áprilisban. Ugye az jövő év első felét mondták, de szerintem ilyen április május lesz, hogy egyébként a Heroes 5, meg a 6, meg egy csomó résznek akkor jött ki egyébként a bétája is. Új hősöket kaptunk. Itt van Mary Elias, aki úgy néz ki majdnem, mint Tag barát a Robin Hoodban. Ez viszont most egy varázsló kasztú, jelen esetben templomi pap hős, akinek hát a lényege, hogy meg van növelve a maximum manája már a kezdetektől. Ami egy tök jó dolog, mert mivel egy varázsló is, az a egyik legszarabb, legrosszabb dolga, ha kifogy a manából, ilyen esetben ő neki ez nehezebb lesz, főleg az elején, ahol még azért olcsó varázslatok várnak majd valószínűleg rá. Na hát közben volt itt egy telefon, a lényeg az, hogy egy filozófus egyébként, bár én szerzetesnek néztem, de egyben filozófus is, mint látható. És az is látható, hogy az eddigi bemutatott hősök, illetve ő is, nagyon erőteljesen a vallás felé tendált. Tehát ez a templom nem hiába az a neve, egy templom. Tehát ez az emberi népnek, fajnak itt a játékon belül egy ilyen nagyon-nagyon vallásos vonulata. Ilyen talán csak azon gondolkozok, szerintem a Heroes 6-ban volt. Mert a 2-ben nagyon lovagi volt a nép, a 3-ban is inkább, bár azért ott volt az angyal, meg a szerzetes. Hát még a 4-ben megy az élet, meg a vallás. Tehát a 4-6, meg talán most ez a rész lesz, ami nagyon a vallásos aspektusát veszi a Szent Birodalomnak, úgymond, mert Heavennek, Castle-nek már több neve volt, mert az 5-be, a 2-be, a 3-ba, meg szerintem a 7-be is ott nem annyira. Hiába a 7-be az utána, hogy Szent Birodalom, de nekem nem annyira erőteljesen adta. A 6 meg a 4-es sokkal jobban adta ezt a vallásos feelingen. És most úgy néz ki, hogy ide térnek vissza a köbön, még a nevet is átváltoztatták. Meglátjuk. Aztán van egy másik új hős, aki viszont megint a lovagi körbe csatolható. Leon Sticky Fingers, ilyen neveke. Az út keresés, vagy nyomkövetés, vagy nem is tudom. Nyomkeresés. Specializációja, úgy rosszul van írva. Specializáció, na mindegy. Sajnos csak annyi, hogy nagyobb lesz a látott távolság a térképen, ami mondjuk random mappen térképen nem ilyen rosszul, de maximum én őt ez miatt igazából egy másodlagos is tudom elképzelni, de random pályán például nem rossz, feleszteditek fel a cuccokat, és közben tök jól fedeztek, így láthatjátok a főse inkább merre érdemesebb majd menni, vagy akár egy másik hősre, aki mondjuk összeadott annyi sereget innen-onnan, hogy ezt megtehesse. De olyan nagy dolgot nem látok benne. A harmadik, amit már megmutattam nektek, ugye az is lovag volt, morálnövelő gyakorlatilag, ha leegyszerűsítjük, bár valami ennél kicsit bonyolultabb a dolog. De lényeg az, hogy morál erősítő növelő dolog van, nagyobb esély van arra, hogy több kört kapjatok a különböző egységeitekkel. Meglátjuk, hogy még akár az is jól lehet főhősnek. Nem tudom, hogy hány hős lesz a Heavennél, vagy a Templenél, meg a többi népnél, de majd kiderül. Kíváncsi leszek. No, hát menjünk tovább. Jöttek meg ilyen összehasonlító képek, csak most a Temple után a Dungeon-nel tették meg mindezt a rajongók. Látható az evolúciója a rablónak, vagy tolvaj karakternek, és tényleg majdnem mindegyik részben benne volt. Láthatjátok. Bár a klasszikus tolvaj szerintem az 5-ben nem volt benne, ahogy nézzük. Mert ez inkább ez a Dungeon frakció, egy ilyen sötét elf vérgyilkosa, orgyilkosa. És utána már ezt a vonalat követték. De a klasszikus tolvaj az 1-2-3-4-ben van, ahogy láthatjátok. Utána már igazából ezt a vonalat követtük, ezt a Dungeon elf vonalat. És ahogy látom, nagyon hasonló vonalat követnek, ez 6-7-hez látható a... Főleg a 6-7-hez látható hasonlóság. Ugye Ashan világa azért még mindig ott van, mint látható. No, mondjuk nem tudom, a csajt miért rakták oda, jó, 2 tőre van, de teljesen más típusú karakter volt minden szempontból, mint a tolvaj vagy orgyilkosok itt, amiket láthatunk. Na, a Minotaurus, az is benne volt, gyakorlatilag az összes Heroes van, ha jól látom, 1, 2, 3, 4, ja, az alsó az 5. rész, és annak kiegészítőjével ugye a alternatív fejlesztés, és akkor itt láthatjátok ugye a 8. vagy 0. rész, nem tudom minek ki, hogyan hívjuk. Hát annyi, itt kicsit lejjebb vették a minót,
Ugye most elve negyedik szintű lesz, ha jól emlékszem, ugye úgy volt. Negyedik szintű. Mert a háromból ötödik volt, bár mondtam nektek, hogy nem éreztem olyan erősnek, mint a többi ötödik szintű lény. Ugye viszont a hatodik hetedik részben hatodik lény volt. És ott tényleg nagyon erős volt, itt a legerősebb, ez ki továbbra is a hatodik hetedik részben lesz. És a egyébként jól, a legkönnyebben használható Minotaurus, a leghatékonyabb. De ha itt is van belőle elég sok szerintem, hogy 100 darab, akkor azért elég jó lesz szerintem. Főleg azzal a speckó képességgel, hogy három ilyen hexára tud gyakorlatilag ütést okozni. Egy vonalban, akár átlósan, vízszintesen. Nem hiszem, hogy olyan rossz lesz. És úgy látom, itt így a Heroes 5-ös, 6-os, 7-es vonalat követik itt is a dizájnjában. Aztán jön a Troglodita, ami sajnos, nem sajnos visszatért az első szintű egységek közé. Hogy sajnáltam, a 4-be is körülbelül olyan szinten volt, a 3-ba is. Viszont a 7-be a 3. szintű volt, és ott sokkal jobban lehetett használni, sokkal erőteljesebb volt. Alienes feje volt basszus teljesen, mint ahonnan vették volna a dizájnt. De aztán most visszatérünk egyrészt a 3-as, 4-es dizájnra, nagyon arra hasonlít viszont ez a lény. És ötletes, hogy ugye van egy ilyen páncélosabb, nagyobb atakkal rendelkező lény, és van egy mérgező, akit ha megütnek, ha jól értettem, ha megütik, akkor fognak mérgeződni az ellenfelek, hiszen kis spriccel belőle, mint a szintén az Alienből, a sav. Tehát érdekes lesz. Alul meg ugye a Heroes 3-as, azt hiszem, ez Heroes 3-as hősök voltak, talán Troglita a hősök. Aztán jön a Hydra, az is gyakorlatilag minden játékban szinte benne volt. Azt nézem, igen, ugye Heroes 1-2-be szintén, aztán a 3-ba, aztán a 4-be is ő volt a Chaosban az egyik főlény, még a Might and Magic 7 RPG-ben is ugye benne volt, az 5-be is, a 6-ba maradt csak ki, bocsánat. De aztán a 7-ben ugye megint ott volt alul, azt láthatjátok. És akkor itt van a Olden Era változat, ami ilyen kígyószerűbb lett, vagy hogy mondjam, ja, viperaszerűbb konkrétan. De azt hiszem, hogy hátul van még egy-két feje, csak így el van dugva, vagy le van konyulva. Kicsit olyan érdekesen csinálták. Mert a többiben látjátok, sokkal több feje van. 6 vagy 7 feje van. A többiben, de itt egyelőre 4-et látni, és valószínűleg még van 2. Csak az ide van konyulva, ha jól látom éppen. De hát ezt mozgásba kéne látni, mert ez mozog, ugye. Tehát igazából majdnem 3D-s a várba is, ahogy láttam a modell. És mozognak. Nem úgy, mint ugye a Heroes 3-ban, ahol 2D-s volt. Bár ott is mozgott mondjuk sprite-osan, de nem úgy valójában, hogy így fogalmazok, itt ugye rendesen animálva van. Bár a csatával jobban néz ki, lehet ide egy gyengébb, kisebb volumenű 3D-s modellt raktak be egyébként szerintem a városba. De a Medusa is majdnem minden része benne van. Mondjuk aztán pont az 5-ben nincsen. Többiben mind benne volt, hogy láthatjátok meg a Might and Magic 7 RPG-be is. Aztán jött a 4-be is benne volt, aztán a 6-ba, bár ott a nágáknál úgymond. Bár az nem teljesen medúza volt, bár onnan származik, de nem az a klasszikus medúza, nem hiába volt a Sanctuary-nél, a Szenténynél, nágáknál. És akkor a 7-be megint visszatért. És ami érdekesebb, most nem tudom, mind 4-esnek jelzik itt is, de ugye 5-ös lény lett elvileg. Ami a legerősebbé teszi, ha jól emlékszem, mert olyan még nem volt. 3-ba a 4-es lény volt, a 4-be, hát ilyen 2-es vagy 3-as, mondjuk vegyük 3-asnak, ha jó szívek akarunk lenni. Bár most eszembe, hogy a 7-be is 5-ös lény volt, bár ott ugye más felosztás volt, alap elit. Bajnok lény is az elitek közül a leggyengébb volt, ha jól emlékszem, kategóriában. Majdnem, mégis a 7-be is majdnem azon a szinten volt, csak majdnem. Viszont itt rendesen 5. szintű lesz, hiszen nem az alap elit bajnok lény felosztás, hanem az, ami a Heroes 3-ba 5-be volt 1-től 7-ig. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Ugye látható, hogy az egyik fejlesztés az valószínűleg a kővédelmeztésre megy rá, a másik pedig elvileg a területre való lövésre, ha jól értelmeztem. Legalábbis a videóból nekem ez jött le. Kiderül. Na hát itt van a ány per fekete sárkány, vagy piros sárkánynak a fejlődése. Gyakorlatilag tényleg ez szinte az összes Heroes-ban konkrétan benne volt, tehát annyira klasszikus lény, alapvető elem. Ötletes viszont, hogy itt maradtak az új részben a Heroes 3-nál, egy részben a 6-7-nél a design szempontjából, ez a lilásabb fekete sárkány, és közben hoztak egy vadonatúj albino sárkány nevű alternatív fejlesztés, ami még egyébként lehet, hogy névleg más lesz.
De úgy néz ki, hogy az alapsárkány az piros sárkány, ez vagy vörös sárkány pontosabban. Visszatérünk a ilyen szempontból a Heroes 3 világába, mert utoljára a Heroes 3-ba és a Heroes 2-ben, nem, a Heroes 2-ben már Ant sárkány volt szerintem. Ez a Heroes 3-ba volt utoljára a vörös sárkány, szerintem azon gondolkozom. Meg volt a 7-ben is, csak ott már törpéknél, de a klasszikus Dungeon szinten 3 volt utoljára, úgyhogy ez egy nagy visszatérés, viszont látható, hogy a design szempontjából meg valamelyest a Heroes 6-7-re hajaz a dolog. Ez az albinó sárkány, ez elég érdekes, az, hogy milyen lehet a képessége. Na, aztán itt van a Chakram táncos. Lett volna egy ilyen dervis karakter a Heroes 6-ba, még az eredeti elképzelések szerint, mert ugye benne lett volna a Heroes 6-ba és az akadémia, az alapban még hozzá, csak ezen kifutottak az időből a sok szarakodásnak köszönhetően, a határidők gyors váltakoztatásának köszönhetően a készítők, ami nem az ő hibájuk, ugye, hanem másé. És végül ugye nem lett benne, előtté látszik meg az orgyilkost, ki körülbelül ezen a szinten volt, bár annál gyengébb volt az ötben, első volt, meg a második vagy harmadik lény lesz. Aztán a 6-ban gyakorlatilag először láthattuk ezt a Chakram táncot, és most ezt hozzák vissza, megint egy Heroes 6-os visszatérés. Ez a nép, ez a Heroes 3, 5, 6, 7-nek a keveréke igazából, ha belegondoltok. Így dizájnba, meg lehet, hogy részve képességekbe is. A másik alternatív fejlesztés, azt nem látjuk a csajnak, nem tudjuk, hogy mi lesz, de ezt tudja, hogy ugye távolsági lény lesz. És erősebb lesz valószínűleg, mint a Heroes 7-ben ez a csajszín. Mert ugye az egyes szintű volt, ez a kettes vagy hármas, most nem tudom hirtelen fejből. De valamelyik a kettő közül. Na és hát a végére értünk, ez volt a mostani újdonságok sora, valószínűleg jövő héten egy csomó újat kapunk szerintem, mert most nem nagyon kaptunk olyan fél hete igazából, ezeket úgy kellett rajongói oldalokról megtalálnom. Hivatalosan ezt a két hőst kaptuk, ami új. De azt írták a készítők, fejlesztők, hogy hamarosan egy csomó minden új dolog lesz, valószínűleg lesznek videók is, meglátjuk ilyen devlogok, kialakul. Az interjú nem tudom mikor lesz, valószínűleg szeptemberben lesz, én nem írtak vissza, de megküldtem már a kérdéseket, amiket kértek. Én gondolom, hogy hamarosan visszaírnak. Most biztos, hogy nagyon nagy a érdeklődés, ahogy mondta is Alexandra a fejlesztők iránt. De valamikor majd mi is megérkezünk. Hát 6 oldalnyi kérdést küldtem el, úgyhogy köztük Szabolcs, Csecs és sorolhatnám sokak kérdéskörét, akik szintén megírták, azokat is beleraktam. Aztán ők válogatnak, mert mind a 6 oldalt nem fogják tudni, szerintem még nem is akarják, és valószínűleg tiltott is némelyik kérdés idézőjelbe, még, ahogy válaszoljanak, mert valószínűleg ezeket be fogják később mutatni a marketing, meg a különböző bemutatókban. Ezért írtam, hogy nyugodtan válasszanak, válogassanak ki kérdéseket, nekem visszaküldik, akkor azokról fogunk beszélgetni. A lényeg az, hogy sok kérdés lesz így is, és sok válasz, úgyhogy várom, hogy mikor lesz az interjú, ti is gondolom, hogy várjátok. Addig is búcsúzom tőletek, sziasztok!